Üdvözlöm a Líceum Televízió nézőit! Önök Hírlánc című műsorunkat látják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Újabb sikeres habilitáció a főiskolán. Folytatódott a Sorsfordulók Sorsfordító programsorozat. Feltűzték a szalagokat a felezőbálon. Híreink bővebben. Sikerrel zárt a habilitációs tevékenységét dr. Kovácsné Nagy Emese, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének docense. Nyilvános előadás formájában bizonyíthatta prezentációs képességeit az előadó, aki így kutatási eredményeit védte a közönség és a bírák előtt. A témák a neveléstudomány területein vizsgálódtak. Mindhárom téma, mind a tantermi előadás, mind a tudományos magyar és angol nyelvű előadás a komplex instrukciós program köré szerveződött. A tantermi előadásban azt szerettem volna érzékeltetni, hogy melyek azok a pedagógus kompetenciák, amelyek a komplex instrukciós program segítségével erősíthetőek. A tudományos előadásban pedig a méltányosságot az osztályteremben témát helyeztem előre. A habilitációs folyamat sikeresen zárult 88%-os eredménnyel, így már nincs más vissza, mint az oklevél átvétele az ünnepélyes diplomaosztón. Tatárjárás Kelet-Európában címmel tartott előadás dr. Makai János, a Főiskola Történelemtudomány Intézetének tanszékvezetője. A Sorsfordulók Sorsfordító programnak a Bródi Sándor könyvtár adta a helyszínét. A Sorsfordulók Sorsfordítók rendezvénysorozat már 6. fél éve rendszeresen jelen van a Bródi Sándor könyvtár programjai között. A fél évben a 2. előadását élvezhette a közönség március 9-én este dr. Makai János előadásában. Az a címe a sorozatnak, és ez már 3. éve megy, hogy Sorsfordulók Sorsfordítók. Azt gondolom, a tatárok tényleg sorsfordítók voltak Kelet-Európában. Ez az egyik oka, amiért választottam őket. A másik az, hogy középkoros vagyok, ez nekem nagyon testhez álló. A harmadik pedig az, hogy amikor az egyetemes történeti részeket összeállítjuk, akkor próbálunk ókort, középkort, újkort, modernkort belecsempészni a témákba. Az előadásokat az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézet tanárai tartják változatos témákban. Most a 2. előadását hallhattuk ennek a fél évnek. Az elmúlt alkalommal Kertész professzor úr tartott nekünk előadást a maratoni csatáról. Ma a tatárjárás körülményeit, részleteit, eseményeit járhattuk körül, és még 2 előadásra számíthatunk a tavaszi évadban. A következő alkalommal Kis László tanár úr a borodjinói ütközetről fog majd nekünk beszélni, majd Kozári tanár úr a 2 hónap múlva a német császárságról. Nagyon szeretjük ezeket az előadásokat, jelenleg egyetemes történeti témákat járunk körül, de erénye ennek a sorozatnak, hogy természetesen a magyar történelem rejtelmeibe is beavat minket, illetve nagyon sokszor helytörténeti érdekességet is kínál nekünk. Pont az elmúlt fél év volt ilyen, amikor például a Fertály mesterségről is hallhattunk előadásokat. A fél évben még 2 előadásra számíthatunk dr. Kis László és dr. Kozári József tanárurak tolmácsolásában. Általános iskola 7. osztályos tanulói számára szerveztek komplex természettudományi versenyt a gyakorló iskolában. A tanulók fizika, földrajz, biológia és kémia témakörökben adtak számot tudásukról. Komplex természettudományos versenynek adott otthont az Eszterházy Károly Főiskola gyakorló iskolája március 9-én. Az öveges program című pályázat keretein belül az általános iskola 7. évfolyamos tanulói 4 témakörben mérhették össze tudásukat. Az iskolások párban tölthették ki a feladatsorokat biológia, fizika, földrajz és kémia témakörökben. A feladatok megoldására 20 perc állt rendelkezésükre. Ez az úgynevezett Vidavarás természettudományi laborverseny. Ez a laborunk névadójáról, dr. Vida József tanárról elnevezett verseny, ami mind a 4 természettudományos tantárgyat magába foglalja, tehát fizikát, kémiát, biológiát és földrajzot, és mind a 4-ből különböző feladatokat kell a diákoknak megoldani, és 7. osztályosoknak szerveztük idén ezt a versenyt. Volt benne gyakorlati feladat, fizikából egy mérést kellett a diákoknak megcsinálni, voltak benne tesztjellegű feladatok, inkább elméletet igénylő feladatok, úgy azt hiszem, hogy minden diák vagy minden csapat megtalálhatta azt, amiben ő jó. Most éppen a kémiai részét néztük meg. Hogy érzitek, hogy sikerült a kémia?
Jó volt. Tetszett a kísérlet is, meg úgy az egész, úgy nagyjából. Érdekes verseny eddig. Most már csak az első helyezés van hátra, tehát az, aki összességében minden egyes tantárgyból volt egy olyan csapat, aki minden tantárgyból 20 pont fölött tudott teljesíteni, ugye mondtam, hogy 25 pont volt a maximum, és mind a négy tantárgyból 20 pont fölött teljesítettek. Figedi János Ádás, Uskola Moszkva és Ecskés Pistrók, Kovács Réka. Létezik-e az újságírásban abszolút erkölcs? Süveges Gergő legutóbbi mesterkurzusán a kérdezéstechnika és a médiaetika témákról hallhattak az érdeklődők. A március 16-án tartott előadáson a hallgatók gyakorlati feladatok formájában sajátíthatták el a média világának morális kérdéseit. A fő feladat egy vita volt, ahol a csapatoknak érvekkel és ellenérvekkel kellett saját állításaikat megvédeni. Most már egy jó fél éve a kérdezéstechnikával foglalkozunk. Ilyen szempontból elemzünk felvételeket, különböző interjúkat, politikai és nem politikai interjúkat, és mostanában, ebben a fél évben szépen lassan átevezünk a média etika területére. Úgyhogy hát először is arról próbáltunk beszélgetni és vitatkozni, hogy mit jelent az objektivitás a sajtó ügyében. Egy disputát rendeztünk, egy állítócsapat, egy tagadócsapat és egy zsűri részvételével. Az, hogy nem kizárólag elméleti alapokon ismerhetik meg a hallgatók a problémákat, kérdéseket, könnyebben érthetővé teszik az ismeretek elsajátítását. Nagyon tetszik az, hogy folyamatos visszajelzéseket kapunk, tehát akármikor kérdezhetünk, akármikor megtudhatjuk a választ a kérdésünkre, tehát nem kell várnunk a következő alkalomig, hanem bármikor megkérdezhetjük, hogy ezt most nem értjük, akkor légy szíves, mondd el megint. Gergő nagyon közvetlen, úgyhogy nagyon jó tanár is, nagyon jó oktató és nagyon jó ember szerintem. Úgyhogy nekünk nagyon sokat segít, így mondhatom, az egész tévés csapat szellemében. Nagyon szeretünk ide járni. A mesterkurzus szabadon látogatható, és nem csak a főiskola hallgatói számára. A fél év következő előadásaira várhatóan április 6-án és 20-án kerül sor. Meglepetés programok tombola, bálkirály és bálkirálynő választás is színesítette az idei felezőbált. A tanulmányaik feléhez elért hallgatók jelképes kitűzők formájában is tudatják, hogy sikerrel teljesítették az eddigi tanulmányi követelményeket. Hagyomány a főiskola életében, hogy a főiskola hallgatói önkormányzatának képviselői bált szerveznek a tanulmányaik felénél járó hallgatóknak. Ebben az évben sem volt ez másképp, március 11-én a felezős hallgatóktól volt hangos a liceum díszterme. Az Eszterházy Károly főiskola történetében negyedik alkalma kerül megrendezésre a felező bál, ami azon hallgatók számára rendeződött, akik éppen tanulmányaik felénél járnak, és fogadalmat tesznek, hogy ezentúl még jobban fognak tanulni, és lelkesen készülnek az áróvizsgára. A bál szervezői több programmal és meglepetés zenekarral is készültek a hallgatók számára. A hangulatot a Lóci Játszik nevű zenekar alapozta meg a közönségnek. DNS Dániel fogja zárni a bált, lesz tombola, lehet fotózkodni a fotófalnál, táncolni, és persze minden jó kedv és mulatozás. Az este folyamán a tanulmányaik felénél járó hallgatók megkapták a jelképes kitűzőt, amit Bíró Balázs, a HÖK általános elnök helyettese tűzött fel a büszke vendégeknek. Ezek ezért bátran nyilatkozhatok szerintem a nevükben, hogy büszkék lehetünk saját magunkra, hogy idáig eljutottunk, és ezt erősítjük saját magunkban, hogy igenis ezentúl is ugyanolyan szorgalmasan kell majd dolgoznunk, ahogy eddig tettük. Mint minden valamire való bálon, itt is megválasztották az este bálkirályát és bálkirálynőjét, Kati Imre és Fazekas Barbara személyében. Kétdimenziós műveket és kisfilmeket is kiállítottak azon a tárlaton, amely az Agriapark galériában nyílt március 10-én. Az alkotók a gyakorlóiskola szakközépiskolásai. A hagyomány szerint 13. éve rendezik meg az Eszterházy Károly főiskola gyakorló szakközépiskolájának kiállítását, melyre a szakképzős hallgatók készülnek az órákon elkészített munkákból. Ez a kiállítás szeretné bemutatni a kisfilmekkel, illetve a kétdimenziós munkákkal, hogy körülbelül mikkel foglalkozunk. Természetesen nagyon sok mindennel, de ez csak egy ilyen kis válogatott anyag azzal, hogy a grafikusok, illetve a mozgóképisek mivel foglalkoznak, illetve találhatunk itt önálló alkotásokat kiállításon, ami persze különböző feladatokra készül, de mégis önálló alkotásoknak tekinthetők. Különböző technikákat alkalmaznak a diákok az órák során, így a kiállításon is sokszínű és érdekes munkákat tekinthetett meg az érdeklődő közönség.
Gioconda technikával készült, gioconda és festés, tempera, igazából ez ilyen vegyes technika. Plusz benne vannak ezek a fonalszálak. Ez igazából egy ilyen térképes feladathoz készült, ilyen képzeletbeli térkép, vagy ilyen az én térképem címmel. És ez a körkörösség, ami ott van benne a közepén, ez az ilyen örvénylő dolog, igazából ez ihlette. A tanulók számára a kiállításra való felkészülés egy jelentős megmérettetés volt, de elmondhatjuk, tökéletesen helytáltak a művészet világában. Az idén is folytatódott a Gárdonyi Géza Színház és a főiskola több évtizedes együttműködése. Ennek köszönhetően a tavaszi fél évben is megvásárolhatók az oktatói és hallgatói kedvezményes színházbérletek. Idén is megvásárolhatóak az Eszterházi bérletek a Hallgatói Szolgáltató Központ B épületi irodájában. Az irodaosztály vezetőjének, Vécsei Zoltánnak a célja a kultúra ápolása, üdítő és vidám színdarabok megismertetésén keresztül. Az elképzelés mindig is jelen volt a főiskola életében, hogy a szolgáltatásokat minél sokrétűbbé kell tenni, minél sokrétűbbre kell szabni, hogy mindenki megtalálja a magának valót. Ez gyakorlatilag a kultúra témakörét fedi le az Eszterházi bérlet. Az Eszterházi Károly Főiskola és a Gárdonyi Géza Színház jó kapcsolata több mint 10 évre nyúlik vissza. Blaskó Balázs, a színház igazgatója úgy gondolja, hogy egy kulturális és oktatási intézménynek mindenképp kapcsolatba kell egymással állnia. A Gárdonyi Géza Színháznak és az Eszterházi Károly Főiskolának sokkal-sokkal mélyebb kapcsolata kellene, hogy legyen. Tehát itt gondolok arra, hogy nagyon sok olyan tárgy van a főiskolán, oktatnak a főis tanszék, amelynek a munkájában, gondolok itt filozófia, esztétika, vizuális kommunikáció tanszék, andragógiai tanszék, és így tovább, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy nekünk nagyon sokat kellene jelen lenni a főiskola oktatásában. Az Eszterházi bérlettel rendelkezők kedvezményesen nézhetnek meg 2 szórakoztató jellegű rendhagyó műsort, melyek célja a tánckultúra megismertetése a részvevőkkel, március 23-án a Charlie Nénye zenésvégjátékot, április 27-én pedig a Traviata táncjátékot. Májusi premierre vállalkozik a főiskola idén 10 éves szuszogó színháza, a kiállítással egybekötött bemutatón Yvonne a Burgundi Hercegnő című drámáját viszik közönségük elé. Az Eszterházi Károly Színjátszó Társulata, a Szuszogó Színház idén is nagyszabású darabbal készül. A kezdeti években saját élményeket felhasználva készítették el előadásaikat, majd áttértek az abszurdabb darabok feldolgozására. Ebben az évben Vitold Gombrovics, Yvonne Burgundi Hercegnő című drámája is ezt a fonalat követi. A rendező, egyben a társulat vezetője, Vig Szilvia, a színház egy korábbi irányítójával, Szegvári Menyhérttel együtt választotta ki a darabot. Elolvastam és nagyon megtetszett, nagyon sok fantáziát láttam benne, és egy kicsit ugye abszurd is. Tehát nem egy szokványos színdarab, és utána rögtön fel is hívtam Manyus, miután elolvastam, és mondta, hogy ő meggondolta magát, mert hogy ez nagyon nehéz számunkra. De én akkor már annyira megszerettem ezt a darabot, meg annyira többször elolvastam, hogy azt mondtam, hogy nem, ezt meg fogjuk csinálni, mert ez nagyon jó. Bár maga az alapmű rövid, ez nem enyhítette a színészek komolyságát az előadás felé, és jelenleg is nagy erőbedobással készülnek a májusi előadásra. Az idén 10 éves színjátszó csoport emellett más különlegességgel is szeretne készülni a premier napjára. Remélem, hogy összejön egy kiállítás, ami szintén majd itt a B épületben lesz majd látható a premierünknek az időpontjában, amikor is majd az elmúlt 10 évnek a előadás és próbaképeiből fogunk egy válogatást csinálni, és abból csinálunk egy kiállítást, és mindenki megnézheti, hogy mi mentünk keresztül az elmúlt 10 évben. Az előadás helyszíne a B-épület nagy előadója lesz, de a pontos dátumával kapcsolatban még egyeztetések folynak a főiskolával. Kedves nézőink, Önök Hírlánc című műsorunkat látták. Maradjanak továbbra is velünk. A viszontlátásra!